Sziasztok, köszöntelek benneteket a Mind Megett a konyhájában. Déri Szilvia vagyok, házi sáfrány. Ma nagyon izgalmas óránk lesz, ugyanis kovászolt fehér kenyeret fogunk csinálni. Én nagyon régóta kovászolok, de megmondom őszintén, hogy minden kenyértípus közül a fehér kovászolt kenyer a kedvencem. Ha újonc vagy a kovászoláshoz, azt ajánlom neked, hogy te is mindenképpen fehér liszttel, és ne tönköllyel, meg királybúzával, meg mit tudom én, mivel kezdjed, mert hogyha már érzed, megérted a fehér lisztet, érzed a kovászt, hogyan működik a fehér liszttel, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag határa csillagos, és bármilyen kenyeret meg fogsz tudni csinálni. Kovászolt kenyeret sütni egy picit ragacsos és időigényes, és akkor érdemes nekiállni, amikor tudod, hogy sokat vagy otthon, de a jó hír az, hogy az aktív munka viszonylag kevés vele, így két munkafázis között bőven lesz időd arra, hogy tévézzél, olvassál, vagy csináljál bármit, amihez kedved van. A kenyérsütés hosszú folyamatának első lépése az autolízis, ami nem egy nagyon komplikált dolog, és ki is hagyhatod, de én azt ajánlom, hogy mindenképpen iktasd be, mert egy csomó későbbi munkától meg fog téged kimélni. Itt annyi történik, hogy fogod a lisztet, és összekevered úgy a vízzel, hogy még nem raksz bele se kovászt, se sót, se semmit. A lisztben rengeteg fehérje van, az úgynevezett glutén, amitől egy csomóan félnek, pedig nem kellene. És a glutén a nedvesség hatására elkezd hálóba, szálakba rendeződni. Ettől lesz majd a kenyerem szép, buborékos és foszlós. És az autolízis folyamata arra van, hogy a só keményítő hatása, illetve a kovászban lévő savtartalom hatása nélkül háborítatlanul el tudjanak kezdeni kialakulni a gluténszálak. Megmondom őszintén, a barátaimnak megígértem, hogy ebben a videóban nem fogom kiejteni ezt a szót, hogy gluténszálak, de miután tulajdonképpen maga a kenyérsütés a gluténről szól és a gluténháló kialakulásáról, ezt így nem fogják megúszni, mindenképpen egy csomószor ki fogom mondani, gluténszál. Annyi csak, hogy fölvegye a vizet a liszt, és utána szépen békén hagyod, egy 20 és 60 perc közötti időre letakarod, ott hagyod és csinálod a dolgaidat. Ha kovászolásra adod a fejed, semmiképpen nem ajánlom azt, hogy milliókat költsön mindenféle csili-vili berendezésre. Az egyetlen dolog, amiben szerintem első körben érdemes beruházni, az egy megbízható és nehéz öntött vaslábas. Az öntött vaslábas felmelegszik, felforrósodik, és amikor belerakod a kenyeredet, ugyanolyan sugárzó hőnek tudja kitenni, mint egy kemence. A másik, ami nagyon fontos a kenyérsütésének az első 20 percében, az az, hogy nagyon párás közegbe süljön, és ezért jó, hogy ennek az öntött vaslábasnak van teteje is. Amíg nincsen öntött vaslábasod, addig próbálkozhatsz jénaival vagy római tállal, hiszen az majdnem mindenkinél van, de meg fogod tapasztalni, amint kipróbálod ezt, hogy egyszerűen tényleg csodálatos kenyerek, otthoni körülmények között, sima otthoni sütőben, igazából csak öntött vasban fognak sikerülni. Túl vagyunk az autolízisen, és most eljött a kovász nagy pillanata, amikor belerakjuk a tésztába, és elkezdjük gyúrni. Igazából ezt a tésztát simán meg lehetne gyúrni géppel is, de én azt szeretném, hogyha megtanulnátok, hogy hogyan kell kézzel, és ha már kézzel tudod, nyugodtan csinálhatod géppel is. Nagyjából 20% kovászt teszek bele, ami ebben az esetben 80 g. Úgy. Szuper. És először még só nélkül kezdjük a tésztát gyúrni, ami nagyon fog ragadni az elején. Maga a mozdulat annyi, hogy megragadom a tésztát, és mindig magamtól elfele húzom, és aztán megint megfogom. És a rossz hírem az, hogy ezt legalább 10-15 percig kell csinálni. Remek kardió és kézerősítő gyakorlat. Azt, de fáradt vagyok. A lényeg, hogy a sót majd csak egy olyan 8 perc múlva adjuk hozzá, mert a só keményíti a tésztában található glutént. Na és most, hogy már mindenem fáj, végre hozzáönthetem a sót. A rossz hír az, hogy onnantól kezdve azért még néhány percig muszáj lesz gyúrnom. Sose fog úgy leválni a tál oldaláról, mint egy sima élesztős tészta, de nem is ez a célunk, hiszen ezek általában vizesebb tészták, mint az élesztős tészták. Na, és most, hogy már kész vagyunk a gyúrással, megfogjuk a tésztát, berakjuk egy jénaiba, és már csak annyi dolgunk van, hogy letakarjuk, ha egy mód van rá, nem textillel, mert az bele fog ragadni, hanem mondjuk egy üveggel vagy egy műanyaggal, és most békén hagyjuk fél órára. Elérkezett az első hajtogatás ideje. A
kovászos tésztákat nem kell csak úgy állni hagyni, mint a sima élesztőseket, hanem időnként át kell őket hajtogatni. Az áthajtogatásnak az a funkciója, hogy a végén majd szép csipkeszerű belső szerkezete legyen a kenyerünknek. Ez egy kicsit ragacsos, de nem nagyon nehéz. Vizes kézzel határozottan alányúlok a tésztának, és egy kicsit összehajtogatom az egyik oldalát. Megint bevizezem. Összehajtogatom a másik oldalát is, és szépen békén hagyom megint egy fél órára. Íme a kis tésztácskám, amit már meghajtogattam háromszor fél óránként, most fogom utoljára meghajtani, és érdemes nézni, hogy mennyire dolgozik benne a kovász ezeket a gyönyörű kis buborékokat. Ezek nem mások, mint az élesztő mellékterméke gázok, amik majd föl fogják fújni a kenyeret. És megint bemártam a kezemet egy kicsit vízbe, és látszik, hogy most már mennyivel könnyebben válik el a tálnak az oldalától, amióta a gluténszálak stabilak, ugye? Itt a másik oldalát, itt is egy kicsit hajtogatok rajta, és békén hagyom még egy órát, és aztán következik az előformázás és a formázás, mielőtt berakjuk a kellesztő kosárba. Így néz ki a kis tésztácskám 3,5 óra kelesztés után. Lehet látni, milyen szép kis buborékok vannak benne, illetve egy kicsit megnőtt a térfogata. Annyira soha nem fog megnőni, mint egy élesztős tésztájé, tehát erre ne is számítsatok. És most jön az előformázás, amihez kiborítom a tésztát kicsit megvizezett munkalapra. Félkört fogok formázni a tésztámból. Úgy kell csinálni, hogy magam fele húzom, és aztán szépen elengedem. Megint magam fele húzom, megint elengedem, és ezt addig csinálom, amíg egy szép félkör alakul ki. A tésztát azért kell előformázni, hogy kialakuljon egy külső gluténmembrán, ami később a kenyérnek a héja lesz tulajdonképpen. Alaposan kilisztezek egy részt a munkafelületből, és most békén hagyom a tésztát fél órára. Fél órával később járunk, és most elérkeztünk a következő sarkalatos ponthoz, amikor is meg fogom a tésztát formázni. Ehhez nagyon-nagyon ki kell lisztezni a kelesztőkosarat, mert nincs annál kiábrándítóbb, mint amikor két napig dolgozol egy kenyéren és beleragad. És kilisztezem alaposan a felületet, ahol hajtogatni fogok. És most gyorsan kell dolgozni. Fölemelem a tésztát, kihajtogatom nagyjából téglalap formájúra. Először ráhajtom, utána fogom az egyik oldalát és meghúzom meg a másikat is. Előbb ezt az oldalt ide fogom ragasztani, utána ezt ráhajtom, és aztán ezt az egészet így behajtom, és utána egy ilyen csipkedő mozdulattal bezárom a tésztámat. Így, és hogy még ennél is kicsit komplikáltabb legyen a dolog, a végén még összehengergetem egy ilyen hengerbe, és ráhúzok. Nagyon cuki, mehet a kelesztő kosárba, és akkor ezt berakjuk éjszakára a hűtőbe, ahol szépen lassan fog kelni, fermentálódni, és holnap kisütjük. Elérkezett az igazság pillanata, ezért melóztunk egész tegnap, kivettem a frigiderből a kenyeret, és most egy csomó gyors és nagyon félelmetes mozdulat fog következni. Először kiborítjuk a kenyeret a kis kosarából, és ilyenkor mindig nagyon-nagyon-nagyon izgulok, hogy bele ne ragadjon, mert hogyha beleragad, akkor tépődik, és akkor finom lesz a kenyer, de már igazán szép nem. Utána pedig be fogjuk metszeni a kenyeret. Egy zsilettpenge segítségével 45 fokos szögben egy határozott mozdulattal fogunk egy szép meccést ejteni a kenyéren. Két oka van, az egyik esztétikai, hogy szépen repedjen, a másik pedig funkcionális, hiszen ezen a repedésen keresztül fognak majd a gázok és a gőzök távozni sütés közben. Kinyitom az öntött vas tetejét. Hoppá! Belerakom. Becsukom. Végre kész a kenyerünk, nézzetek meg, milyen gyönyörű lett.
nagyon forró. Úristen! Ezért dolgoztunk. Csodálatos, gyönyörűen repett, füle van, csodálatos illata, áó, de nagyon forró. És még amire nagyon kíváncsi vagyok az, hogy milyen a belseje, de azzal sajnos még egy órát várnunk kell. Áú, áú, mindig ez a kenyérsütés legizgalmasabb pillanata. Akkor mindig kiderül, hogy mennyire dolgoztam jól. Íme a csodálatos belsejű kenyerem. Kellemesen savanykás az illata. Ne arra aggódjatok, tudom, hogy ez neveletlenség, de én ezt a kenyeret most meg fogom kóstolni. Ropog a héja. Isteni a belseje. Úgyhogy vágjál bele te is a kalandba. Kezdj a kovászolt kenyeret sütni. Imádni fogod minden percét. A buktatók ne keserítsenek el téged, mert azokból is tanulni fogsz. És azt megígérheted neked, hogy még a legelső bénán sikerült kenyered is sokkal finomabb lesz, mint bármi, amit valaha a boltba vettél. Úgyhogy sok sikert! Szia!